Az Otthon Teremtés rovat támogatója az OTP lakástakarék, szebb otthon, jobb élet. Lakáshitelekkel kapcsolatban célszerű tisztában lennünk a hitelfelvétel folyamatával. Jó, ha ismerjük a piacon elérhető alapvető hiteltípusokat, így a támogatott hiteleket, illetve a piaci kamatozású hiteleket. Talán mondhatjuk azt, hogy éveken át szitokszónak számított az, hogy hitel. Most viszont az utóbbi években, mintha már látszana némi élénkülés a hitelpiacon, bátrabban merünk felvenni hitelt. Úgyhogy most azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen hitelek érhetők el, milyen újdonságok vannak, és valóban van-e élénkülés. Valóban volt egy visszafogottság a lakosság részéről a lakáshitelek tekintetében. 2013 volt a mélypont. Ebben az évben vették föl az emberek a valaha legkevesebb lakáshitelt Magyarországon. Azóta viszont rendkívül dinamikusan növekszik az új hitelkihelyezések száma. Mára már majdnem elértük válság előtti lakáshitelkihelyezéseknek a volumenét. Az egész hitelezési felfutás mögött alapvetően az ingatlan piacnak a felfutása tapasztalható. Ugye az ingatlan árak nagyon dinamikusan emelkednek, ezt egyre nagyobb hitelfelvétellel kíséri le a lakosság. Kell egy biztonságtudat is, nem? Mert korábban az volt a probléma, hogy nem bíztunk kellően a lakáshitelekben, illetve sokan megégették magukat, most mintha ez a bizalom visszatért volna. Valóban. Azok a rendszer szintű kockázatok, amik a múltban jelen voltak, mára kikerültek a lakáshitelezésből. Ma már szinte kockázat nélkül tudnak az ügyfelek hitelhez jutni. Értem ez alatt, hogy alapvetően forint hiteleket vesznek föl, tehát az árfolyam kockázat kiesett a rendszerből, illetve a kamat kockázat is egyre visszafogottabban van jelen. Nagyon népszerűek ma már a hosszú 3, 5, 10, akár 20 éves periódusra rögzített kamatozású hitelek. Ez teljesen kiszámíthatóvá teszi a hitelfelvételt, úgyhogy ezek mentén sokkal bátrabban veszünk ma már föl lakáshiteleket. Célszerű tisztában lennünk a fix, illetve a változó kamatozású hitelekkel, az állami támogatásokkal is, illetve azzal is, hogy az igényelhető hitelösszeg mekkora lehet jövedelmünk és a megvásárlandó ingatlan függvényében. Ügyfelek a jövedelmük feléig vállalhatnak törlesztő részletet, ez valóban egy biztonságos hitelfelvételt jelent így számukra, illetve a másik, hogy az ingatlan értékének legfeljebb a 80%-áig vehető fel lakáshitelt. A Magyarországon egyébként hagyományosan kiterjedt lakástámogatási elemek is bővültek számos ponton. Ilyen például a CSOK. Nagyon népszerű támogatási forma, minden második hitelfelvevő CSOK-kal is kiegészíti a lakás céljainak a megvalósítását. És a CSOK mellett, ugye új lakásépítés esetén az ÁFA támogatás, ami egy jelentős könnyebbség, a lakástakarék pénztári megtakarítási formához kapcsolódó állami támogatás is több millió forinttal tudja segíteni a lakáshoz jutást. És nagyon kevesen tudnak róla, de az úgynevezett lakáshitel kafetéria szintén több millió forintos adóelőnyt tudhat jelenteni, hogyha egy lakáscél megvalósításáról van szó. A lakáshitel kafetéria azt jelenti, hogy lehetősége van a munkáltatónak arra, hogy a lakáshitelünk törlesztéséhez olyan támogatást nyújtson, amelynek nulla adó és járulékterhe van. Kevés munkáltató tudja, hogy ez egyáltalán létezik, úgyhogy ha egy ügyfél tisztában van azzal, hogy ilyen lehetősége van, célszerű a munkáltatónál forszírozni, hogy jó lenne, hogyha a következő fél évtől beemelésre kerülne a kafetéria rendszerbe. Tehát akkor muszáj tájékozatnak lennünk, hogyha jó feltételekhez akarunk. És azon túl, hogy jó, hogyha a munkáltatónkat képbe hozzuk, hogy ezzel támogathat minket, ami egyébként számára is előnyös, azon túl célszerű csomagban gondolkodnunk ezekről a lakástámogatási elemekről, hogyha nagyon tudatosan mindegyiket összerakjuk, akkor lényegesen csökkenthető a futamidő alatti összes visszafizetési teher. Az Otthon Teremtés rovat támogatója az OTP lakástakarék, szebb otthon, jobb élet.